Itt vagyunk a görögkatolikus kápolnában, az Imai László utcában. Beszélgető partnerem Kovács Lászlóné Marcsi, hittantanár, tanító. Több iskolában is tanít itt Kecskeméten, és őt fogom most kérdezni arról, hogy a görögkatolikus közösség, illetve ő személyesen hogyan éli meg a készületet és húsvétot. És talán kezdjük a személyes vonatkozással, hogyan készülnek személyesen ön és a családja a kereszténység legnagyobb ünnepére, húsvétra. Krisztus mindenkit meghívott, mindenkit meghív bűnbánatra, és próbálunk mindenkit, és ő is próbál mindenkit arra hívni, hogy próbáljon bűnbánatot gyakorolni, különösen a nagy hét idején, különösen a bőti időszakban, ami azt jelenti számunkra, hogy semmiképp ne hagyjuk ki a bűnbánati gyakorlatunkat, a Szent Jónás szentségét. Aki teheti, az mindenki menjen el, és gyógyja meg a bűneit. Aki nem teheti, arra pedig arra kéri, hogy próbáljon meg részt venni egy olyan alkalmon, ami bűnbánati szertartás bármelyik közösségben. A bőti időszakot a családommal együtt Szent Jónás szentségével szoktuk kezdeni, és az idén is ez így történt. Igyekeztünk minél hamarabb a bőjt elején a Szent Jónásunkat elvégezni. A Szent 40 napunk kicsit korábban kezdődik, mint a római katolikus testvéreknél. Konkrétan 2 nappal korábban, nálunk hétfőn kezdődik, és azon az időszakban, az elején én próbálom a családommal együtt egy picikét előre tekinteni a bőjt időszakra, és minden bőjt időszak elején megpróbálunk valamit többet megélni, vagy többet adni az Úrnak a hétköznapi imádságoknál és gyakorlatoknál. Ebben az évben próbálunk többet imádkozni közösen, és mint egyénileg egyaránt. Mi részt veszünk, különösen a kislányommal, a bőjt időszakban, a mindennapos szent liturgián. Nem csak vasárnap, hanem hétköznap is, amikor tehetjük, illetve a közös család imádságon is kicsit igyekszünk gyakrabban imádkozni. Reggelente igyekszem hajnalban ébredni, és eltervezni a napot, és le nem szállni az ágyról addig, amíg el nem végzem az előre megígért, vagy megfogadott és kitűzött imádságokat. Ezek az imádságok kell, hogy inkább dicsőítés legyen, illetve hálaadás, és csak a legvégén a kérés. Természetesen minden kérésemet, amit szükségszerűnek tartok, ilyenkor a Jóisten felé tárom. A családomért imádkozom, imádkozom az egyházközségért, imádkozunk közösen is a családban, mindig a rászorulókért. A lelki olvasmányok ilyenkor gyakrabban előkerülnek számunkra. A görögkatolikus közösségünkben van egy nagyszerű havi lap, aminek az a neve, hogy görögkatolikus szemle, és ebben a szemlében a bőti időszakban előkerült, liturgián előkerült szentírási szakaszok, és annak magyarázatai, bátorítások szerepelnek, és ilyenkor közösen szoktuk a családdal ezt elolvasni. Igyekszünk megélni, nem csak elolvasni. A nagybőti időszakban kimondottan erre az alkalomra szóló bűnbánati szertartásokat végzünk, ami különbözik az összes többitől, az év többi alkalmaikor előkerült szertartásoktól. Például minden vasárnap, a nagybőjt minden vasárnapján a liturgia is más. Nagy Szent Bazil liturgiáját végezzük, egyébként a többi vasárnaponként Aranyszájú Szent János liturgiáját. A lényegű különbség az az, hogy sokkal hosszabb, más a dallamvilága és ünnepélyesebb. Ezáltal kicsit többet tudunk elmélkedni a szavak és az énekek által. Minden szerdán és pénteken úgynevezett előszenteltek liturgiáját tartja az egyház. Annak benne van a nevében, hogy előszenteltek, mert abban a liturgia, vagy abban a szertartásban nincs átváltoztatás. Viszont a régi időkben, a nagybőti időszakokban nem volt hétköznapon szent liturgia, de hogy az egyház kiszolgálja úgymond a híveknek a szentséget, ezért egy vecsernyével egybekötött áldoztatást hozott.
És ez a előszenteltek liturgiáján úgy történik, hogy a vasárnap az oltáron hagyott eukarisztiát szolgáltatják ki. És ez van mai napon is, illetve mai napig is, minden szerdán és pénteken a görögkatolikus templomokban.